már megy a videó, ha minden igaz. Itt állok a lángtéka előtt a Pozsonyi út 5 szám alatt, ahova személyesen is be lehet hozni az adományokat, hogyha támogatnád az Együtt politikusainak tevékenységét, miszerint is a kampány finanszírozásra hozott új törvény szerint 150 millió forintot kell visszaadnunk. Tehát ide a Pozsonyi út 5-be, a lángtékába hozhatod készpénzben a támogatásodat, hogyha ezt szeretnéd inkább. Arról szeretnénk beszámolni, és ez tényleg felemelő, megható, és nem tudok nagyobb szavakat mondani, egyszerűen elképesztő az a támogatás, amit felénk nyújtotok. Közel 97 millió forint gyűlt össze ma reggelig a számlánkon, amit egyébként alább megtalálsz, ha a videó mellékszövegét megtalálod, mert hogy nagyjából 8500-9000 ember utalt, támogatott, adott pénzt, akár a tüntetésen, akár személyesen behozva ide, ami elképesztő támogatást jelent. Magyarország története során nem volt még olyan, hogy politikai munkára mikroadományokból ennyi pénz összejöjjön. Igazából én talán harmadáról tudok, ami valakiknek sikerült. Ebből számunkra teljesen világos, hogy az a politika, amit folytattunk, annak hát van terepe Magyarországon, és arra van igény. Nagyon sokan jelezték és elnézést kértek, hogy eltaktikázták magukat a választásokon, de nagyon fontosnak és szükségesnek tartják azt, hogy folytassuk. Azt tudom mondani, hogy ez rajtunk nem fog múlni. Az Együtt közössége le fog ülni egy hónapon belül egy küldőgyűlés keretében, és megbeszéli a jövőt, hogy hogyan megy tovább. Az viszont biztos, hogy ezt a 150 millió forintot még össze kell gyűjtenünk. Nyilván nagyon nehéz lesz, hiszen már bevallom, erre sem gondoltam, hogy ennyi pénz összejön, de nyilván az utolsó harmad lesz a legnehezebb, úgyhogy óriási segítség, ha megosztod ezt a posztot, minél több helyre kirakod a bankszámlaszámokat, azért magánbankszámlaszámok, mert magánembereknek a magánvagyonával kell felelni érte, és azért öt, hogyha esetleg van olyan ember, aki 150 ezer forintnál többel szeretne minket támogatni, akkor az is megtehesse adómentesen, ugye 150 ezer forintig adómentes egy ilyen támogatás, ha többet van lehetőséged utalni, akkor az több számra elosztva tedd meg, légy szíves. De én most, hogy mondjam, sokkal vidámabb vagyok belül, mint ami látszik az arcomon valószínűleg, mert hihetetlen érzést ad az, amit ti nyújtotok most felénk. Én azt mondom, hogy a magam nevében egész biztosan, de hogy az Együtt közösségében beszélgettünk, azt hiszem, hogy a többiek nevében is, hogy mi folytatjuk. Folytatjuk a tehetjük, most az elsődleges feladatunk ennek a pénznek az előteremtése, másodlagos feladat lesz a jövőbeni erőforrás kitalálása, a megteremtése. Én azt látom, hogy nagyon sokan igénylitek a mi munkánkat, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük a támogatásokat, nagyon köszönjük azt, hogyha a továbbiakban ezt megteszed, megteheted PayPal-on, megteheted bankszámlára utalva, megteheted, hogyha Budapesten élsz készpénzben elhozva ide a lángtékába, és a legnagyobb segítség mégiscsak az, hogyha terjeszted azt, hogy mások is utaljanak. Ahogy mondtam, 8500-9000 ember támogatott eddig, ha azt mondjuk, hogy 30 ezer szavazó még papíron is van, akkor még meg kell találni azt a további 5-6 ezer embert, aki ilyen módon támogat minket, és tisztában vagyunk azzal, hogy sokaknak nagyon nehéz a megélhetés, tisztában vagyunk vele, hogy nem mindenki teheti meg, azoknak őszintén köszönjük csak akkor is, ha lájkol egyet, ha megosztja ezt a videót, vagy ha valaki annyit meg tud tenni, hogy 100 forintot küld, jelezvén, hogy ő is itt van mögöttünk, annak is nagyon örülünk. Úgyhogy munkára fel, mi folytatjuk, remélem ti is folytatjátok, és ilyen módon együtt valamit kezdünk ezzel az országgal, ami jobb lesz. Köszi szépen!